Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Új tornacsarnokot adtak át, a Szent Mór iskola központban 2 évtizede várták a fejlesztést. A legmodernebb eszközökön tanulnak a simonyis diákok, oktatási célra új gázkazánt ajándékozott a német gyártó a szakiskolának. Történelmet írtak a pécsiek az országos bocsa bajnokságon. A pécsi csapat 9 sportolója 2 nap alatt 46 mérkőzést játszott le, melyből 34-et megnyert. Elkészült a Szent Mór iskola központ 20 éve várt tornacsarnoka. A több mint 1,2 milliárd forintos beruházás részeként a sportlétesítmény kialakítása és tornaeszközök beszerzése mellett az iskola belső felújítását is elvégezték a szakemberek, valamint tanszereket, bútorokat is kapott a katolikus oktatási intézmény. Már birtokba is vették a Szent Mór iskola központ diákjai az új tornacsarnokot, amit alig 1 év alatt építettek az iskola udvaron. Nagy a sportolni szerető diákok öröme, hiszen több mint 20 évet vártak saját tornateremre. Eddig ugyanis az udvaron, a köztereken, rossz idő esetén a folyósókon tartották a testnevelés órákat. A fejlesztés során 1300 négyzetméternyi, ketté osztható tornacsarnokot hoztak létre, így egyszerre 2 osztálynak lehet testnevelés foglalkozást tartani. Új eszközöket is kaptak a diákok, így számos új sporttal megismerkedhetnek. Az építkezéssel a belváros szépül, ezért minden pécsinek fontos, emelte ki Páva Zsolt polgármester. Egy olyan küldetést vállal fel Magyarország kormánya, kimondottan és nem csak titkos vagy látens módon, hogy igenis vannak olyan fontos ügyek, nemzeti ügyek, amelyeket ápolni kell, gondozni kell, támogatni kell. Kiemelten ugye fontos ebben a családoknak az ügye. A katolikus iskola központ megújulása és a tornacsarnok kialakítása a fenntartó pécsi egyházmegye régóta várt fejlesztésének része. Tartsatok ki rendíthetetlenül reménységetek megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette. Olvassuk a zsidólevélben azt a mondatot, amely mondat egyházmegyénk idei vezérmotívuma. A tornacsarnok felépülése ennek a szentírási mondatnak erővel megjelenő valóság. A fejlesztés során a meglévő iskolaépületet is felújították, és új tanszereket, bútorokat is beszereztek. A beruházás főleg Európai Uniós és kormányzati forrásból, mintegy 1,2 milliárd forintból valósult meg. A katolikus keresztényi hagyományokkal, gondolatokkal és tudással felvértezett ifjak, majdani polgárok, nem utolsó sorban az egyházi oktatási intézmények által időtálló értékektől erősödnek, a változékony korunk változatos kihívására jól megfelelő emberekké. A tornacsarnok átadására a névadó Szent Mór ünnepén október 25-én került sor. Fókuszban a roma népdalok, újabb különleges koncertre készül a Gandhi Pécsett. 21. századi köntösbe bújtatva viszik színpadra a népdalokban rejlő értéket november 20-án a Pécsi Kodály Központban. A Hangok című produkciót a Pécsi Gandhi Gimnázium fenntartója szervezi. Számos nagynevű fellépő mellett az iskola hagyományőrző diákjai és tanárai is szerepelnek majd. Hangzott el a koncert részleteit is ismertető sajtótájékoztatón a Pécsi Városházán. Harmadik zenei nagy rendezvényére készül a Gandhi Gimnázium Pécsett. Horváth Krisztián, aki a zenei átiratok szerzője is, kitért arra, hogy olyan cigány-roma népdalok hangzanak majd el, melyek némelyike ma már alig ismert. Egy olyan koncert, ahol az iskolánk tanárai és diákjai, tehát a mesterek és a tanítványok fellépnek zenei produkciókban, táncos produkciókban és még képzőművészeti produkciókban is, hiszen ez egy nagyon látványos koncertshow lesz, melynek arculati elemeit a nálunk tanuló diákok és a nálunk dolgozó pedagógusok, illetve technikai segítők hoznak létre. A Gandhi Gimnázium tanulói ezúttal az emberi hangokat állítják a produkció középpontjába. Ahogy Virág Bertalan fogalmazott, a hangokon keresztül üzennek, hogy a cigány-roma kultúra érték, melyet fontos megőrizni és bemutatni. 3 évvel ezelőtt létrehoztuk a Művészeti Alapfokú Iskolát, amelynek az egyik alapvető célja, hogy a kultúra segítségével közelebb hozzuk egymáshoz a társadalmi rétegeket. Ennek az egyik örömteli ünnepe a most következő koncert, immár a 3. koncertről beszélhetünk,
Az első koncertünkön a Szilom Szimfonikus Zenekart indítottuk útjára, számos koncertben vannak már túl a világban. A város azért is támogatta a Hangok című koncert létrejöttét, mert Pécset számos nemzetiség él, melyek jelentős értékteremtő munkát végeznek. Kiemelkedő a Gandhi Gimnázium, ami Európa első érettségizadó roma intézménye volt. A Gandhi Gimnázium sikeres éveken van túl, számos elismerésben részesült, de ezek mellett is egy kiemelkedő kulturális rendezvény, az immár harmadik éve megrendezésre kerülő zenés est. A november 20-ai koncerten többek között színpadra lép Olá Gergő, az Etnorom és a Kanizsa csillagai is. Nem mindennapi ajándékot kaptak a szakközépiskolások Pécsett. Egy 1500 eurós kondenzációs gázkazánnal lepte meg a Simonyi Károly szakközépiskola és szakiskola diákjait a Viszman. A német cég pécsi leányvállalatának vezetője személyesen adta át a képzést fejlesztő eszközt. A kazánon mostantól évente több mint 150 tanuló fogja vizsgálni a legmodernebb technikát. A Viszman képviselője szerint az itt és a Pécsi Tudományegyetemen végzett hallgatókat hamarosan cégük munkatársai között is köszönhetik. A Pécsi Simonyi Károly szakközépiskolában és szakiskolában a legrégebbi bojlertől kezdve a legmodernebb technikáig mindennel megismerkedhetnek a diákok. Most egy újabb kondenzációs kazánnal bővült az iskola gyakorlati eszköztára. Ma Magyarországon a Viszman által gyártott kondenzációs kazánokból ezt a fajtát vásárolják a legtöbben, így a gázkészülék szerelők is ezzel találkozhatnak a legtöbbször. A Viszman pécsi telephelyének vezetője személyesen adta át a cégük által gyártott terméket. Abban bízunk, hogy az itt végzett diákok később munkatársaink lesznek. Így, ha már most találkozhatnak ezzel a készülékkel, az nekik, és nekünk is előnyünkre válhat. A Viszman csoport, ami fűtési és hűtési rendszerek gyártásával foglalkozik, egy éve nyitotta meg pécsi szolgáltató központját. A cég közvetlen kapcsolatban áll a Pécsi Tudományegyetemmel és Simonyi Károly szakközépiskolával és szakiskolával, ahol toborzásokat is tartanak. Viszmannak nem ez volt az első ilyen tevékenysége, nagyon fontosnak tartja az utánpótlást, és az első akciójuk az a legkisebbekhez szól, amikor egy óvodában a Kokvaléri iskola központ óvodásainak ajándékozta a biciklit, és most pedig eljutottunk egy sokkal magasabb szintre, ahol ténylegesen a kézzelfogható utánpótlás képzésben vesznek részt. Az iskola igazgatója szerint ez az ajándék befektetés a jövőbe, amit jól fognak hasznosítani a felnőtt és tanulóképzésben egyaránt. Nekünk elsősorban a jövőt kell tanítani a gyerekeknek. A diákjaink nem a múlt technológiáját, hanem a jövő világszínvonalú termékeit kell, hogy megismerjék, mert ezzel fognak dolgozni. Az új szabályok már ilyen kazánok beépítését teszik csak lehetővé, éppen ezért nagyon fontos, hogy a diákok ezeket a technológiákat is megismerjék. Pécsett jelenleg 50 főt alkalmaz a Viszman, de jövőre 100 főre szeretnék növelni a munkavállalóik számát. A német cég azt reméli, hogy az intézményekkel felvett kapcsolat után megfelelő képesítésű emberekre tudnak találni. Újabb parkolók készültek el Uránvárosban a Páfrány utcai háztömbök között. Egy hónapja 20 férőhelyes, most pedig további járműveknek kijelölt területet tettek rendbe, aszfaltoztak le. Uránvárosban egyébként nem ez az első és utolsó fejlesztés, már készül a következő parkoló a szomszédos háztömbnél. A városrész lakói pedig tavalyi végén vehették birtokba a Radnóti Miklós gimnázium mögötti és a Körösi Csoma Sándor utcában felújított járdákat és új parkolóhelyet. De Kertvárosban is történtek fejlesztések, valamint tervben van már a belvárosi parkírozók rendbetétele is. Uránvárosban azért is fordítottak ekkora figyelmet ezeknek a rendbetételére, mert a nemrégiben 60. születésnapját ünneplő városrészben konzultációt folytattak. Ebben a városvezetés arra volt kíváncsi, hogyan tudna hozzájárulni az itt élők jobb közérzetéhez. Az itt élők pedig a parkírozókat is szóba hozták. És most folytassuk sporttal. A boccsa tényleg több, mint sport, ezt ismét megmutatták azok a kerekes székesek, mozgáskorlátozottak, akik ott voltak Pécsett a Parabocsa országos bajnokságon. A boccsa tudás, a képesség és a stratégia játéka, egyben paralimpiai sportág.
Rekordszámú nevezővel indult el az idei Parabocsa országos bajnokság Pécsett. A boccsa a kerekesszékesek és mozgáskorlátozottak sportja. A játék lényege a pötankhoz hasonló. Van egy fehér céllabda, a játékosoknál pedig 6-6 kék, illetve piros labda, amiket a lehető legközelebb kell dobni vagy gurítani a céllabdához. Minden labdán nagyon sok múlik. Ha van egy rossz dobás, akkor utána másodpercek vannak csak, hogy újraépítsük a gondolatainkat, a taktikánkat. Úgyhogy megdolgoztatja az ember agyát rendesen. Nagyon fontos a versenyen elért eredmény, de a boccsának nem véletlenül az a szlogenje, hogy több, mint sport. Itt az emberek társadalmi kapcsolatokat tudnak képíteni, kimozdulnak otthonról, az egyesületük más szervezetekkel együttműködve biztosítja meg a lehetőséget a versenyzés feltételeihez. Ugye most már eléggé akadálymentes a fizikai környezet. A fejekben is az akadálymentesítés folyik. Én azt gondolom, hogy itt most nem mozgássérülteket látunk, vagy bármilyen más fogyatékossággal élőt, hanem sportolókat, és ez nagyon fontos. Az ország számos pontjáról összesen 10 egyesületből érkeztek sportolók a Pécsi Gandhi Gimnázium csarnokába, akik sérültségi fokuknak megfelelően külön kategóriákban versenyeztek. A szegedi Hegedűs László 20 éve boccsázik, 10 éve pedig a válogatott tagja is. Nyert már világkupát, Európa-bajnokságon második, még világbajnokságon negyedik lett. Megtanított a fegyelemre, az koncentrálásra, mivel hogy ez egy nagyfokú stratégiai játéknak nevezhető, és ezáltal jobban kell koncentrálni, és ezt a mindennapi életbe is át tudjuk vinni, illetve a mindennapi mozgás, ami nagyon fontos. A sportág, ami évről évre fejlődik, idén egy nagyon fontos mérföldkőhöz érkezett. A Magyar Parabocsa Szövetség idén alakult meg, 10 egyesület tartozik most hozzá. Több egyesületről is tudunk, de még nem léptek be a szövetségbe. Egy nagyon jól működő országos bajnoki rendszert üzemeltetnek egyébként. Több mint 60 sportoló van most is itt jelen. Ez azt jelenti, hogy egyéni sportág tekintetében talán a legtöbb sportolót felvonultató szövetségről beszélünk. A hétvégi Parabocsa országos bajnokságon az érmek számát tekintve a házigazdák szerepeltek a legjobban. A PTE Peac 9 versenyzője közül 7-en szereztek érmet. Az MDSE Budapest 2, míg az SMA Szeged egy kategóriában diadalmaskodott. 6 óra alatt csak nem 200 darab ragadozó halat fogtak a versenyzők. A Pécsi tavon október 23-án rendezték meg az országos Rapala pergető bajnokság negyedik és egyben utolsó fordulóját. A Baranya megyei Horgász Szövetség a versenyt megelőző csukatelepítéssel gondoskodott arról, hogy halban gazdag legyen a megmérettetés. Meg is lett a telepítés eredménye, hiszen a verseny 6 órás időtartam alatt csak nem 200 darab ragadozó halat fogtak a versenyzők. A verseny szervezője is elismerően szólt a Pécsi tóról. A Pécsi tó első megtekintésre is, első teszthorgászatra is annyira megtetszett nekünk, hogy mindenféleképpen szerettük volna beemelni a versenysorozatunkba, és úgy látszik, hogy nem is lőttünk nagyon mellé. Tehát harmadik éve élvezzük itt a helyiek vendégszeretetét. Baranya megyei szövetségnek hálával tartozunk, mindig rendelkezésünkre álltak, bármiben segítenek, és maga a víz minősége és a halállománya is egy nagyon biztos versenyt tesz lehetővé. A Baranya megyei Horgász Szövetség örömmel volt házigazdája a Rapala pergető versenynek. Igyekeztek az egyébként is ragadozó halas vizet a Pécsi tavat feltölteni a versenyre. A közelmúltban ezért nagyszabású csukatelepítés volt. 91. A négyfordulós bajnokságot és ezzel együtt a 200 ezer forintos fődíjat az összesített pontok alapján a Szarka Kovács Tamás és Brogyai Péter Pál kettőse nyerte. 4 napot jöttünk le tréningezni versennyel együtt. Inkább csukákra számítottunk a versenyen, ránéztünk azért a sülőkre is berakni a tervünkbe, de inkább a csukák mellett döntöttünk, mivel a telepítés is történt a tavon pár nappal ezelőtt. A Pécsi tó rendkívül jó halállományának köszönhetően több pergető versenyt is rendeznek a tavon. Ezen a hétvégén lesz a Baranya megyei pergető verseny, ezért szombat délutánig horgászati tilalomban a ragadozó halakra. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Új tornacsarnokot adtak át, a Szent Mór iskola központban 2 évtizede várták a fejlesztést. A legmodernebb eszközökön tanulnak a simonyis diákok, oktatási célra új gázkazánt ajándékozott a német gyártó a szakiskolának.
Történelmet írtak a pécsiek az országos boccsa bajnokságon. A pécsi csapat 9 sportolója 2 nap alatt 46 mérkőzést játszott le, melyből 34-et megnyert. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Csütörtökön este erősebb szélre készülhetnek a pécsiek, emiatt visszahűl a levegő is. Éjjel mindössze 4 fokot mutatnak majd a hőmérők. Pénteken napközben fokozatosan erősödik a napsütés, a reggeli 6-8 fok, délre 16 fokig emelkedik. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!